pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Róna Iván, a Mazsihisz turisztika ügyi vezetője, és ugyanakkor a 14. kerületi Tököli utcában, Tököli úton található zsinagóga, Rasekolja vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azért van itt nálunk, hogy beszéljünk a zsidó turizmusról, a Dohány utcáról, illetve arról beszéljünk, hogy a BZH, a Budapesti Zsidó Hitközség a Mazsihisszel együtt úgy döntött, hogy a hét elejétől augusztus 10-éig szünetelteti a zsinagógák, a múzeumok láthatóságát. Az amerikai útraházban is látogatási szünet van egy hétig, és nagyon szigorúan betartatják a pandémiának a védekezését, tehát a maszkot, és egyáltalán mennyire fogja ez gátolni a turizmusnak a lendületbehozását? A turizmus lendbehozása, a pandémia utára tehető majd. Amíg a pandémia tart, amíg nincs megfelelő vakcina, addig számottevő turizmus sem Magyarországon, sem máshol nem lesz. Ezzel azt akarja mondani, hogy lehet, hogy a múzeumok világszerte, meg Magyarországon is kinyitnak, de például a Dohány utca mellett lévő magántulajdonban lévő zsidó múzeum, azaz hitközségi tulajdonban lévő múzeum, illetve nagyobb zsinagógák turisztikai célú látogatására nem is kerül majd sor. Miután a fenntartásnak, üzemeltetésnek komoly költségei vannak, viszont a bevételeinket, a turizmus bevételei határozzák meg, és nem csak a turisztikai tevékenységre vonatkoztatom ezt, hanem a teljes hitéletre, fenntartásra, üzemelésre. Így aztán nagyon meg kell fontolnunk, hogy, és meg kell számoljuk közgazdaságilag, hogy mikor leszünk képesek kinyitni ezeket az intézményeket. Ön korábbi életében mindig a turizmusban dolgozott, és végigjárt a szamár létre minden fokát a turizmusban, a legmagasabb fokra is eljut. Az egyházakkal nagyon jó kapcsolatot tart fönn. Ugyanez a helyzet a Bazilika, Mátyás templom és a többi igencsak látogatott helyszínnel kapcsolatban is? A Bazilika és a Mátyás templom a turisták számára kinyitott, de nincs turista. Na most ez egy alapvetés, hogy turizmus turista nélkül nem létezik. Úgyhogy ők a sokkal nagyobb, sok nullával, nagyobb nagyságban, nagyobb költségvetésükből megfinanszírozzák a turisztikai üzemelést, annak ellenére, hogy kőkeményen veszteségesek. Értem. Akkor most cseréljünk egy kalapot, és ott vagyunk a frissen, még újraavatás előtt álló, ugyan volt egy avatás, egy ilyen nagyon házi avatás, amikor is a Tűzkár után a zuglói zsinagógát új fényében, új csillagos, neon csillagosan újraavatták. Nem sokat lehettek benne. Mi a helyzet? Visszatér a Zoomra? Először is az nem egy avatás volt, az egy olyan fajta ünnepség volt, hogy megünnepeltük azt, hogy 3 év után először tértünk vissza a zsinagógánkba, és először letett igazi hitéletet élében. Az ünnepélyes megnyitóra minden bizonyra reméljük, hogy a járvány nem fogja ezt megakadályozni. Szeptember 2-án kerül sor, ez egy protokoll megnyitó lesz. Tehát még az ünnepek előtt. Még az ünnepek, nagy ünnepek előtt, illetve a szakrális megnyitó átadása szeptember 9-én lesz. Úgyhogy erre készülünk most, és jelenleg ebben a két hétben valóban szüneteltetni vagyunk kénytelenek a hitéletet is bent a zsinagógában, mert a járványhelyzet fokozódása miatt ezt rendelte el a krízismenedzsment, és mi ezt betartjuk tisztelettel. Önnek van egy rabbija, aki rabbi,
főrabbi, főkántor, főszerkesztő, és van egy közös alapjuk is, hisz valamikor ő is dolgozott a turizmusban, idegenvezető volt. Hogy jönnek ki egymással, hisz két külön világ, ő egy ortodox családból jött? Én is. Én is egy ortodox családból jövök, úgyhogy ebből szerintem nagyon jól jövünk. Egyforma a gondolkodásunk, ami a szakrális területet illeti. Természetesen egy más korosztály vagyunk, de én őt az idegenforgalomból ismerem. Először ott ismertem meg, idegenvezetőként. Ő is lengyelekkel dolgozott, annak én is lengyelekkel dolgoztam. Együtt tolmácsoltunk is nagyon sokszor egy helyen, még ha nem is pont egy időben. Tehát én abból az időből ismerem a főrabbit. Tisztelem őt, szeretem őt, és amit rendkívül értékelek benne a Csán kívül, fantasztikus humora van. Egy olyan szarkasztikus humora van, ami nagyon kevés ember. Nézőink is nagyon jól ismerik, hisz több műsorunknak a tagja. Mégis a zsinagóga látogatói azok nem a 20 évesekből kerülnek ki. Ez igaz. Hogy fognak visszaszokni a zsinagógára? Nagyon vágynak arra, hogy jöhessenek. Jelenlegi helyzetben korlátozott a fogadóképessége az épületnek, hiszen nagyon szigorúan betartjuk a szabályokat, a 2,5 méteres távolságot. De hát most 2,5 méteres távolságot sem fognak az elkövetkezendő két hétben betartani. De amikor lehet járni, ugye június 5-e óta újra járunk a zsinagógába, és éljük a hitéletünket. Már mondhatjuk, hogy jártunk. Hát jártunk, igen. Reméljük, hogy fogunk is majd augusztusban, már 10-e után. Tehát, de így korlátozott a látogatottság, nagy az igény, jöjjenek. Sajnos a mi zsinagógánk az egyik legmagasabb átlag életkorú kile az összes közül. Nagyon sok a 70-80 feletti holokauszt túlélő emberek, akik hál' Istennek jó egészségnek örvendenek, de nagyon kell vigyázni az egészségükre. Ezért nálunk fokozottan figyelembe kell vennünk a szabályokat, nehogy véletlenül megfertőződjenek. És van még egy pici időnk, ugorjunk vissza a szakmájához. Mennyire optimista ön abban, mennyi idő kell ahhoz, hogy mondjuk megvan a vakcina, és újrainduljon a turizmus, hisz a turisták jönnek, de mostanában mindenhol probléma van. Én azt gondolom, hogy a vakcina megszületése és világviszonylatban van használata után nagyon gyorsan helyre fog állni a turizmus. Az igény megvan az emberekben az utazásra, egy hiányérzetük is lesz, egy elvonási tünetekkel le fognak bírni a turisták, és jönni, menni, utazni akarnak. Abban a pillanatban, hogy a félelem megszűnik, az óvatosságra nem lesz annyira szükség, mint mostanában, akkor teljes egészében be fog indulni a turizmus. Először a hazai turizmus, aztán a környező országok turizmusa, majd a kontinens turizmusa. Igen, ám csak, hogy ez egy ipar. A turizmus az repülőkből, idegenvezetőkből, szállodai portásokból, takarítókból, pincérekből, sorolhatnám tovább, még mi mindenből áll. Mi lesz azokkal például az idegenvezetőkkel, akik önnél dolgoznak, és időközben ők nem várhatják a messiást, mert el kell tartják a családjukat. El kell tartják a családjukat, de világéletükben idegenvezetősbe éltek, most ideiglenesen próbálnak különböző alternatív megoldásokhoz fordulni, folyamodni, hogy megéljenek, de abban a pillanatban, hogy kinyitnak a kapuk, ők örömmel fognak visszajönni, és örömmel fogják a turistákat kísérni, és abból megélni, amihez igazán értenek. Meg lesz a vakcina, mi újat tudnak, készülnek-e valami újjal, vannak-e elképzelései, hogy valami újat adjanak azoknak, akik már voltak. Mennyire sikerült majd, hogyha ez a két hét is elmúlik, a hazai turizmust becsődíteni? A belföldi turizmussal vannak problémáink abból a szempontból, hogy hiába adunk fergetegesen nagy kedvezményeket a belföldi, hazai turistáknak, nem nagyon látogatják, nem nagyon kíváncsiak a mi általunk kínált szolgáltatásokra, tehát azt mondom, hogy az összes látogatónak alig 1-2%-a hazai állampolgár, bármennyire is próbálunk mindenféle akciókat teremteni számukra. Tehát a mi megoldásunk nem a belföldi turizmus, hanem a nemzetközi turizmus, ami a vakcina után helyre fog állni.
Most azt mondja el nekem, hogy hogy érzi magát, mint egy büszke magyar zsidó, aki izzig-vérig magyar, ezért a hazáért dobog a szíve, ezt a hazát szolgálta hosszú-hosszú szolgálati évei alatt. Jól érzi magát? Hát most egyébként nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen, de ebben a helyzetben, amikor a turizmus gyakorlatilag lefagyott, szinte nem látunk turistákat az utcákon, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fáj, és rendkívül módon vágyom már arra az időre, amikor végre ugyanúgy megtelnek az utcák, megtelnek a terek, a múzeumok, az éttermek, a szállodák, megtöltődnek turistákkal, és újra beindul a nemzetközi turisztikai. Hát lehet, hogy az ön idegenvezetői valahogy kibírják, elvegetálnak, közben elmennek valahova, árufeltöltőnek, de vajon a szállodatulajdonosok, az utazási irodatulajdonosok túlélik ezt az időt? Sokan nem fogják túlélni, sokan nem fogják bírni tartalékokkal, ők tönkre fognak menni. Ez sajnos belejárója lesz ennek a folyamatnak, de amint újraindul a turizmus, újra fog életni. Az igények kielégítésére meg fog teremtődni a kínálat. Milyen esély van arra, és utolsó kérdésem mára, hogy a Soresim a visszalátogatás a magyar zsidó emlékhelyekre, a csodarabbik sírjaihoz, a Dó Múzeumba, a zsinagógákhoz, mennyire életképes árucikk ez? Életképes abból a szempontból, hogy igény van rá, ami nehezebb megfogalmazható, hogy hogyan lehet olyan kínálatot biztosítani, amiért az a réte, aki erre kíváncsi, az hajlandó is legyen a pénzét erre fordítani, kiadni. Az elmúlt percekben dr. Róna Ivánt, a Mazsihisz turizmusért felelős igazgatóját hallottuk, aki nem csak igazgató, Tököli úti zuglói zsinagóga előjárója, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és Shabbat Shalom. Én köszönöm a kívást, Shabbat Shalom.